pálya most mindenkinek új lesz. Rajtnál Andris és Ákos a dupla tét napján. 10 nyert meccség. Felkészülni 3, 2, 1. Robbannak ki az atléták, és jönnek az egyensúlyozó részen, ütik le a táblákat, és lendülnek bele a medencébe, bent jönnek ki a partra, Ákos 3 mozdulattal előbb, csúszik le a csúszdán benne a medencében, és érkezik ki, Andris is most, Ákos pedig a kalapácsot használja a hengerek ledöntésére, és veti bele magát a medencébe. Még két karcsapás bújik át, az akadály alatt Andris hatalmas lendülettel követi, ő is bújik át, és jön az egyensúlyozó rész. A 2000 liter vízből 1000 már megvolt, és Ákos, Andris, behozta Ákost, és egyszerre jönnek ki az akadálypályáról. Érkeznek a három részes ügyességi feladathoz. Andris rájön, hogy először tekernie kell. Ákos ezzel ismét előnyre tesz szert. Andris, vagy Ákos, és Ákosnak van meg előbb, most Andrisnak is jönnek vissza a karikákhoz. Először a 4 darab üvegnek kell repülnie, le kell takarítani az asztalt, és 3 van. 1, és jöhet a második feladat, Ákosnak bent van, mind a két karika, és Ákos megcsinálja 1-0 a kihívóknak! Napján a villáért és az előnyért folytatott versenyfutásban 9-3-ra 6 meccslabdával a kihívók vezetnek. A rajtnál Gréti és Iza. Felkészülni 3, 2, 1! Gyere, Iza! Na nézzük, hogy Iza meg tudja állítani a kihívókat. Ez vagy Gréti behúzza az utolsó pontot. És 2 hét kényszerű tábori élet után a kihívók visszaköltözhetnek a villába. Ez itt most a kérdés. És Iza van benne először a medencébe, Gréti mögötte, Iza a partnál, és jön ki. Gréti is kint van, teljesen együtt a két lány. És megvan, megvan, és az utolsó is Izának fut át, és benne a medencében. Gréti jön utána, Gréti hatalmas fejessel előnyre tesz szert ott a medencében, és majdnem behozza Izát. Iza jön át a csövön, fogja a kötelet, és kint van, Gréti is kint van, Iza lép át. Kétszer kell meghúznia a kart, ezt Gréti kihasználja, és Gréti hozza végül az akadálypályát. Érkezik, és már rohan is a tekeréshez. Iza jön mögötte. Gréti kezdi a kaput fölhúzni. Iza is húzza, de Gréti már majdnem végez. Végez most. Iza most fejezi be. És Gréti, paf, ez nem. Gréti, egy lent. Izának is lent van egy. Izának 2, Grétinek 2, Izának 3, Izának 4. Ott benne egy a hálóba, 2 benne a hálóba. És Iza! Szépítenek a bajnokok! 9-4!
küzdelem a tengerparti lovaglásért, 10 nyert meccsig, Ákos és Krisztián. Felkészülni, 3, 2, 1. Robban kiszó szerint a két atléta, és a kúszó-mászó részről Krisztián egy mozdulattal előrébb az érméknél, és ő az, aki kinyitja a szévet elsőnek. Benne a szévben mind a két fiú jönnek át, fogaskerekek el az útból, és tekerik le a csapóajtót. Krisztián robban föl, kalitka, és asztal lent már mászik is át. Ákosnak is lent van, de Krisztiánt nem lehet megfogni, csúszda! Ákos jön mögötte. És csúszda! Krisztián hozza az akadálypályát egy komplett akadállyal. Jön a léghoki, eddig nincs találat. Ugye három korong, három hálóban, kettőben Ákosnak, háromben Ákosnak, 1-0 a kihívóknak! Lassan 2,5 hónapja, hogy a versenyzőink nem tudtak beszélni a szeretteikkel, nem tudtak beszélni a családdal, elzárva a külvilágtól. Ma éjszaka lehetősége lesz valamelyik csapatnak arra, hogy videótelefonon keresztül kapcsolatot létesítsen. De ahhoz előbb meg kell nyerni a mai versenyt. 1-0-ra a bajnokok vezetnek. A rajtnál Anna és Lilko felkészülni. 3, 2, 1! És Lilko egy mozdulattal előbb, de Anna is ott van, nagyon közel érkeznek a buszhoz. Megállíthatatlanul jönnek át a lányok, azt a mindenit. Érzik ennek a napnak az őrült feszültségét. Azt, hogy végre láthatják és hallhatják azokat, akiket oly régóta hiányolnak. Anna van bent a hotelban, és Anna jön ki elsőnek Lilko mögötte. Anna vezet egy fél akadály sorral, jön ki a metróból, és dobálják a kukába a szemetet, és megvan kukatető fönt, és egyszerre érkeznek ők is a taxira, és kint kezdik az ügyességi feladatot. Egyensúlyozás. Annánál egy pici előny. Finom mozdulatok Lilkónak is. Anna, vagy Lilko. Lilko már ott van a harmadiknál, és bent van az asztalban. Annának is ott van a harmadikon. És kifattan az asztalból azt a mindenit. Ilyenkor újra kell kezdeni. Lilko a másodikkal. És harmadik Anna a másodikon. Lilkónak megvan egy. Anna leesik azt a mindenit. Lilko. És Lilko vagy Anna? Lilkónál ott van a labda. Annánál is. Annának is benn van az asztalba egy. Lilkónak. Három. És Anna, Annának megvan a második labda. Lilko, ennek még az asztalban kell landolnia, négy. A lányoknak ugyanis 5 labdája van, míg a fiúknak csak 4. Annának azt a mindenit az utolsó pillanatban kiugrik az asztalból. Lilko,
megáll a labda. Meg az ütő is mindenkiben a csapatban szerintem. És kipattan. Annának megvan a harmadik. Lilkónak egy bent van. Lilkó. És Lilkónak megvan a második. Anna, megvan a negyedik labda a tartóban. És Lilkó behúzza. Már 2-0 a bajnokoknak. Szerint 3-1 a bajnokok javára. A rajtnál Dani és Bálint felkészülni. 3-2-1! Tekerés! És egy hajszállal Bálint vezet. De Dani is ott van. Őrült tempót diktál. A két atléta érkeznek a kerékpárokhoz, aztán jön a zebra. Na nézzük, hogy kirakja először a helyére. Bálint egy mozdulattal vezet. Jönnek ki. Milyen tempót diktálnak ők ketten? Elsőnek Bálint feszül bele a forgóhajtóba. Bálint már kint van, Dani most mögötte. És körülbelül 2-3 méterrel vezet jelen állás szerint Bálint. Jön a kukapakolás. Azt a mindenit, milyen tempóval rohannak a céljuk felé. Bálint hozza az akadálypályát. Dani most mögötte. 3-1-re tehát a bajnokok vezetnek, kezdődik az idegörlő egyensúlyozás. Képzeljék el, azt a mindenit Bálintnak leesik. Dani, ott a végén, és egyben van Daninak. Bálint az első labdával, Dani a másodikkal. Bálintnak középen van, Daninak is középen van. Jön a vége, Bálintnak is benn van egy, Daninak ebben a pillanatban kettő. Tehát Dani most egyel vezet, Bálint hozta az akadálypályát. Dani viszont... És Daninak is leesik! És most Bálintnál az előny. Kettőben Bálintnak. Dani... Háromban Daninak. És... Bálintnak is háromban. Teljesen együtt a két fiú, teljesen együtt, viszont Dani elkezdhet lőni, és Daninak egy bent van. Most Bálint lőhet, ez elmegy. És Daninak benn van kettő! És Dani megcsinálja! 4-1 a bajnokoknak! Vezetnek a kihívók, 4-3 a javukra, ugye a bajnokok mínusz egyről indultak. A rajtnál a bajnokok egyetlen állva maradt férfi versenyzője Krisztián, ellenfele Viktor. Felkészülni, 3-2-1! Robbannak ki a rajtból, 4-3-nál, de nem mindegy, hogy kihozza ezt a pontot. Mert ha a kihívók nyerik, ha Viktor behúzza, akkor 5-3, de azt azért ne felejtsük el, hogy a bajnokoknak még van egy férfi és egy női csókerje, amit eddig tartalékoltak. Alagút. Alagútból Krisztián jön ki elsőnek. Karika megvan, zászló a helyén, és jön, folyik ki az akadálypályáról, és hozza az akadálypályát. Egy akadálysor különbséggel kezében a karikák. Krisztián.
Elrepül, elfújja a szél. Ezt is, Viktorét is. Közel van, de nincs meg. És kettő fönn van Viktornak! Lepattan Krisztiánnak, még nincs találata, miközben Viktornak kettő fönt van. Krisztián, és táncol, de nem. Elrepül. Elrepül. Nem, Krisztiánnak nem sikerül, Viktornak már csak egy találatot kell bevinnie. Krisztián egy karikával visszalép, elrepül. Nem, össze kell szedni a karikákat. Viktor, táncol a karika, közel van, de nem sikerül találatot bevinni. Krisztián. És egy fönn van Krisztiánnak. Kettő fönn van Krisztiánnak. És három fönn van Krisztiánnak. Kiegyenlítenek a bajnokok. 4-4. Utolsó női selejtező futam, a női medálért folytatott versenyben a rajtnál Janka és Dóri, aki szintén párbaj esélyes a kihívóknál. Felkészülni! 3, 2, 1! És benn a tengerben a két lány, és elsőnek mindketten jönnek ki, és aztán jön a második csobbanás. Majd jön a bújás, Janka nem is egyenesedik föl, Dóri sem, őrült tempóban jön a két lány. Na nézzük, kinek sikerül odaérnie a karikával. Egy karika fönt van, Jankának fönn van a második, egy karikával vezet. Fogja az első lasztit Dóri is, de Janka egy hajszállal előrébb van most, amikor érkezik a kávához. Megvan neki az első laszti, már megy vissza, Dóri most rakja be az elsőt. Janka, Janka, megvan a második a kezében. És Dóri most ér ki, most fogja meg a másodikat, miközben Janka már pakolja bele, és jön a kifelé vezető ágon. Laszti a kézben, és totem lett. Janka jön ki, hagyja el a tenger, Dóri most fogja a hatalmas lasztit, és elvéti a totemet. Vissza kell lépnie, és most megvan a totem. Apró hiba, de ez pont elég Jankának, hogy elkezdhesse a puzzle elemek bepakolását. Dóri most jön a kúszó-mászó részer, Jankának benne az elemek, és kezdheti a dobást. Dóri egy dologban bízhat, az elképesztő dobó technikájában. Janka, pám, ez elmegy mellette, és most letakarítja az egész asztalt. Elrepül, szedi össze a fákat. Dórinak is megvan, na nézzük, hogy be lehet ezt hozni. Egy oszlop, két oszlop. Azt a mindenit, Dórinak egy dobás. És Dórinak két dobás, Dóri jut az elődöntőbe. Köszönjük, hogy követtek minket, ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.